Így tekeredett be a MÁV emeletes motorvonata először Nyíregyházára. Vasárnap az új vasúti menetrend életbelépésének napján indult el első alkalommal a fővárosból a Szabolcsi megyeszékhelyre. E héttől pedig már több napon is lehet vele utazni a 100-as fővasútvonal egyes járatain. A visszajelzések szerint az utasok megkedvelték ezt a motorvonatot, hiszen kényelmesebben, biztonságosabban, gyorsabban utazhatnak. Reméljük a menetrendváltással a pontosságot is tudjuk erősíteni a MÁV startjáratain. Ezen a lépcsőn lehet feljutni az emeletre, ahol ugyanolyan körülmények közt lehet utazni, mint az alsó szinten. Összesen 600 ülőhely áll az utasok rendelkezésére a motorvonaton, melynek így 200 fővel nagyobb a kapacitása, mint a hasonló kinézetű Flirt járműveké. Ezeket váltják ki a Kiss Fantázia nevű vonatok. Utóbbiakkal mostantól egyre több helyen találkozhatunk a belföldi forgalomban. 40 darab Kiss motorvonatra írt alá a vasúttársaság keretmegállapodást a beszállítóval. Ennek már több mint a fele. 22 szerelvény az, amely jelenleg rendelkezésre áll. Ezek közül lesznek most azok a szerelvények, amelyek a egyenlőre pénteki és a hétvégi napokon fognak közlekedni, hiszen azt a célt tűztük ki, hogy azokon a távolsági vonatokon, vonalakon, ahol a 600 főt eléri a kapacitás igény a vonatoknál, ott igyekezzünk egyre nagyobb számban modern, korszerű motorvonatokkal kiszolgálni az utazóközönségnek az igényeit. A területi igazgató beszélt arról is, hogy 2021 a vasút éve Európában, ami jó alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra. Vonattal utazni ugyanis az egyik legkörnyezetbarátabb mód. A vasárnapi menetrendváltás óta a Nyíregyházi mellett egyébként a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon is megjelentek az emeletes motorvonatok.